Éppen a fél évszázados jubileumi ünnepsége zajlik egy tárlatvezetés keretében a Kossuth szobor csoportnak. A hatalmas szobrok a Dombóvári szigeterdőben találhatók, különösen hányatott sorsuk volt. Eredetileg 1927-ben Budapesten a Kossuth téren a parlament előtt állították fel őket, majd a II. Világháború után 1952-ben Rákosi Mátyás elbontatta, mondván, hogy ez egy szomorú búskomoralkotás, a szocializmus alapeszményeivel nem fér össze, mondta Kerényi Zsolt alpolgármester. Sokáig a budapesti temetőben, az új köztemetőben hevert, mint egy halomkő tulajdonképpen, meg is dézsmálták kicsit, és aztán a 70-es években, 60-as 70-es években, 69-től 72-ig történt az a folyamat, aminek a végén ide került felállítás. Először lehozták ide teherautókkal Dombóvárra, a belvárosban hevert, és utána itt állították fel a szigeterdőben. És hát többször Budapest ezt vissza akarta magának kérni, de olyannyira kötődtek hozzá már a dombóváriak, hogy a mai nap ennek a szoborcsoportnak a másolata áll a Kossuth téren, és egy tábla is megemlíti, hogy az eredeti az Dombóváron van. Egy személyes élményét is megosztja az alpolgármester, amely a szoborcsoporthoz, a parkhoz fűzi. Budapesti születésű vagyok, tehát 87-ben kerültem Dombóvárra, de ha nekem látogatóm érkezik bárhonnan, Budapestről, vagy a ország bármely pontjáról, vagy akár külföldről, de mindig elhozom őket. Én azt vallom, hogy ez egy olyan kuriózum, ami nagyon kevés településen van meg, és egy kicsit nemhogy érdekes, nekem egy kicsit misztikus is ez az egész történet, ami ezzel a szoborcsoporttal történt. Sír az édesanyám, a rózsa meggyászul. Fekete gyászvirág búsul ablakában. Kalu legényei kenyeres pajtásim, az Isten áldása szálljon le reátunk. A parkban a szabadtéri tárlatvezetés során ünnepi hangvételű, a témához illő műsor zajlott. Ferenc Orsolya, az Éhes Gyula gimnázium zenetanára Kossuth dallal emelte az esemény színvonalát. A kérés az volt, hogy természetesen Kossuth nótákat énekeljek. Én nem énekeltem még Kossuth nótákat, megmondom őszintén, ugye az operett és az opera a világom, viszont ez mindig nagy kihívás, és úgy érzem, hogy akár a Kossuth dalok, vagy a 48-as dalok nagyon komoly jelentőséggel bírnak. Nekem fontos a nemzeti identitásom, és ez mindig egy ilyen plusz töltetet ad a dalnak, és az, hogy belemászik az ember a szövegbe, és ilyenkor mindig visszaigazolódik az, hogy a dal az nem véletlenül született meg, tehát hogy a szöveg az mennyire fontos. Úgyhogy ez ilyen nagy várakozás volt bennem, hogy Kossuth nótát énekelhetek, úgyhogy ennek nagyon, nagyon örülök. Az 50 éves jubileum megemlékezésre a Dombóvári Székelykör elnöke is meghívást kapott. Horváth Józsefné 50 éve él Dombóváron. Nagyon gyakran lejártam az gyerekeimmel, most aztán később az unokáimmal ide a szigeterdőbe sétálni. És most, hogy így a szobrok föl lettek újítva, hát én el vagyok varázsolva, gyönyörű a park is, de a szobrok is, és nagy élmény. És ahogy a gyerekeimnek, unokáimnak mindig március 15-én, amikor lehoztam őket, mondtam a történeteket, hogy ki kicsoda. Én úgy gondolom, nyomot hagytam bennük, de most ez így, ez a látvány, ez csodálatos, és nagyon büszke vagyok dombóváriként, hogy ilyen érték van itt a városban, ezen ilyen szobrok, ilyen alkotások, hát kiváló a munka, ami mögötte van, akik elvégezték ezt a tisztítást, gratulálok is a szervezésnek is, viszont mi annyiban tettünk hozzá egy kicsit az ünnepséghez, hogy Kossuth kiflit sütöttünk tegnap délután két székelykörös asszonynál, is mondanom nevüket, a Dunai Péterné Marika és Papné László Ildikóval sütöttünk egy nagy adag Kossuth kiflit, és mindenkinek ezt fogjuk kínálni a végén nagy szeretettel. A szigeterdei tárlatvezetés Takács Istvánné helytörténész tartotta.